Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek Bonyhádon. A város művelődési központjában a szlovákiai Tardoskedről érkezett vendégek is részt vettek az ünnepségen. A két település már több mint 20 éve ápolt testvérvárosi kapcsolatot. Március 15-én már hagyomány, hogy Tardosked első embere a Tolna megyei településen, míg Bonyhád polgármestere a határon túli községben mond köszöntő beszédet. A testvértelepülés egykori polgármestere elmondta, a szabadságharc hősei a mai kor emberének is üzentek. Ennek az üzenetnek a lényegét a 12 pont kezdőmondata foglalja össze. Mit kívánom, magyar nemzet, legyen béke, szabadság, egyetértés. 171 évvel ezelőtt a szabadságért, az egyenlőségért, a békéért szállt hadba a magyar nemzet. A városi ünnepség ezután a hagyományokhoz híven folytatódott. Egyrészt Szabó Tibor alpolgármester egy csokorvirággal köszöntötte a Perczel család legidősebb tagját. Másrészt a legrangosabb díja, kitüntetése a városnak ilyenkor kerül átadásra, ez a Perczel díj. Idén Szemcsuk István vette át, nagy örömömre javasolhattam a képviselőtestületnek, hogy őt tüntessük ki 2019-ben, és ilyenkor kerülnek átadásra az ifjú tehetségeknek is, a talentumdíjasoknak is a kitüntetései. A Perczel díjat tehát Szemcsuk István nyerte el idén. A kitüntetést a népi kultúra és mesterségek iránti elhivatottsága, példaértékű alkotó tevékenysége, a székely hagyományok megőrzése, valamint Bonyhád kulturális értékeinek gyarapítása érdekében végzett munkája elismeréseként kapta. Valóban sok helyen voltam, sok faluba készítettünk, meg készítettem olyan dolgokat, amik most is ott vannak, és még szeretnénk továbbra is csinálni, ide Bonyhádra is, hogy legyen olyan, amit megnéznek, és úgy éreztem, hogy a Bonyhád közönsége, a város lakói szívesen fogadták. A Völcsék Talentuma díjat idén 5 bonyhádi diák nyerte el. A fiatalok a sport, a művészet, a közösségi élet területén kiemelkedő szerepük miatt kapták meg az elismeréseket.